Képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. A távfűtéses lakások távhődíjának elszámolásával kapcsolatban több reklamáló fogyasztó keresett meg Miskolcon, de a probléma országosnak tekinthető, ezért kérem a súlyának megfelelően kezelni. A panellakások felújítása ház szigetelésén nyilázáró cserén kívül tartalmazta a fűtés korszerűsítését is az úgynevezett költségmegosztók felszerelésével együtt. A panelprogram költségeit a lakók nagy nehezen kifizették, bízva a fűtésszámlai csökkenésében. A felújítási munkálatok végeztében viszont néhány helyen azt tapasztalták, hogy jelentős mértékben nőtt a távhőszámlák végösszege. Botrányos, hogy a távfűtéses lakásokban lakóknak esetenként irreális magas fűtésszámlák érkeznek, amelyeket a lakóknak be kell fizetni, aztán esetleg pereskedhetnek. Javaslom törvényen vagy kormányrendeletben szabályozni egy adott légkörben terülő lakás maximális távhődíját, vagy a hőszolgáltatók vizsgálják felül a lakóközösségek által megállapított költségmegosztási arányokat. Olyan rendszert kell kidolgoznunk, amely az igazságos és arányos hőmennyiséget számlázza, és kizár minden szubjektív elemet, amelyet a számlák végösszegét torzítaná. Az nem reális, hogy egy 36 négyzetméteres garzonlakás tulajdonosa, aki a ház szélén vagy a legalsó szinten helyezkedik el, többet fizessen egy lényegesen nagyobb lakás tulajdonosánál, akinek a lakása esetleg a ház közepén van. A távfűtéses panellakásokban lakóknak védelmet kell nyújtani, és igazságos fizetési rendszert kell felállítani, főleg a mai helyzetben, amikor a családok bevételének egy része a rezsiköltségek kifizetésére megy el. Kérdésem, miben tudunk segíteni a lakók érdekeit és a távhőszolgáltató társaságok kintlévőségének csökkentését? Segítő válaszát várom. Köszönöm, képviselő úr.